Hogyan működjön a képviselőtestület, miként alakuljanak a bizottságok, kik lehetnek ezek tagjai? Ilyen kérdésekben ad iránymutatást a Pécsi Közgyűlés szervezeti és működési szabályzata, vagyis az SMS. Ennek módosítása szerepelt elsőként a képviselők előtt a keddi közgyűlésen. A polgármester javaslata került újra elő, amit az alakuló ülésen már benyújtott. A polgári oldal azt kifogásolta, hogy egyeztetés nélkül őket kihagyva akar módosítani ezen a szabályzaton Péterfi Attila. Mégiscsak több mint 20 ezer ember szavazott nekünk bizalmat. A legnagyobb politikai közösség, 11 fővel mi vagyunk, az úgy nem járja, hogy polgármester úr minket meg akar kerülni, a mi javaslatainkat nem akarja meghallgatni, és nem akarja figyelembe venni egy előterjesztés benyújtását megelőzően. Ugye lesznek majd az SMS-ben olyan módosító indítványaink, amivel rákényszerítjük erre az együttműködésre a polgármestert, de addig is elvárnánk azt, hogy hát ezt a fajta együttműködést éppen az önkormányzat működőképességének a biztosítása érdekében ezt tanúsítsa. Egy órás vitát gerjesztett ez az ellentét kedden az ülésteremben. A frakcióvezető kitért arra a konkrét javaslatra, amit nem tudnak támogatni az SMS módosításában. Nem választott személyeket beemeljünk a bizottságokba, és nekik szavazati jogot adjunk, ezzel ugye eltorzítva a választói akaratot. Van olyan város, ahol ez működik, van, ahol egyébként ilyen nincsen, ugye Pécs is ezek közé tartozik, hogy ilyen nincsen. Mi a magunk részéről, főleg a jelenlegi kiélezett, kényes egyensúlyi helyzetben semmiképpen nem javasolnánk azt, hogy akár az egyik, akár a másik oldal javára nem választott képviselők, hanem egyfajta ilyen közgyűlési alku keretében több lesz szavazati jogot adjunk olyan személyeknek, akik nem indultak. Így kapnának a választók felhatalmazásának hiányában szavazati jogot a pécsi ügyekben bizonyos emberek, félő, hogy ezeket politikai alapon bíznák meg és jutalmaznák őket, érveltek a polgármester javaslata ellen a testület ülésen. Az ÖPE frakcióvezetője szintén azt emelte ki, hogy nem változott a városvezető korábbi hozzáállása. Amit a vitában is elmondtam, az a partnerség, amit polgármester úr a választási vereség alkalmával június 9-én is deklarált, és az expozéjában és a múlt közgyűlésen megfogalmazott, hogy partner kellő időben, kellő mélységű egyeztetésre fog sor kerülni, ez viszont nem történt meg. Ő hivatkozott arra, hogy két alkalommal kezdeményezett egyeztetés, de hát 137 nap alatt durván 65-70 naponta egyeztetni egy ilyen horderejű ügyben nem gondolnám, hogy kellő mértékű és mélységű egyeztetésre utal, tehát az egész módszerrel, a tematikával, hogy nekem úgy jött le, hogy mintha ott folytatnák, ahol abban hagyták. Végül a polgármester SMS módosítási javaslatát nem szavazta meg a testület, mivel a támogató szavazatok száma nem érte el a 13-at. Ennyi igen kell a pécsi közgyűlésben, hogy egy előterjesztés többségi támogatást kapjon. Ezért jelenleg marad a régi SMS hatályban a következő testületi ülésig.